Kedves közönség, az emberiség régóta próbálja megfejteni a titkot, hogyan lehet láthatatlanná válni. Most végre egy lángelmének sikerült megtalálni a módját. Természetesen látni nem fogják, csak hallani. Hölgyeim és uraim, a színpadon a láthatatlan ember, tapsoljuk meg! Elnézést, itt van már? Halló? Láthatatlan úr? Itt van már? Halló? Halló? Tiri-ri-ri-ra! Maga meg mi a fenét csinál? Szeretné látni, Mina, mit csinál? Hülyét magából ennyi ember előtt. De nem is látnak. Ugye nem tetszik látni. Nem, azt mondta, hogy nem lát. Jó, ahhoz képest, hogy nem látják, elég sokan röhögtek magán. Nem mondjuk az a cél, nem? Különben se rajtam röhögnek, hanem egymáson, hogy a másik hogy néz ki. Boborján, nézzen szembe a tényekkel, maga nem láthatatlan, maga sajnos nagyon is látszik. Nem látszik. De látszik. Ne. De. És különben se idegesítse, van elég bajom, jó? Magának meg mi a fene baja van? Melyiket mondja? Hát, amelyik a szövegben van, ha lehet. Az anunalmás. Mindig ugyanazt tölölni. Na, minden jó. A Mese Vista bácsi. Mese Vista bácsi azt mondta, hogy kinyomja a szememet. Gondolom, nyomósokkal lehetett rá, ha ezt mondta. Nem így. Nem is, hanem az volt, hogy rám bízta az ebédjét, hogy ne egye meg más. És? Nem más ette be. Csak nem azt akarja mondani, hogy maga beleevett a besenyő úr ebédjébe? Hát nem azt akartam mondani. De most már mit csinál? Így alakult el. De és mégis mennyire elvett bele? Hát mondjuk, hogy a többé, kevésbé, inkább a többé. Százalékba kifejezve, hát olyan száz. Becsében, mit szólt a besenyő úr? Hát nem volt rá főkész. Másképp fogalmazva, nem volt nyugalmi állat. Picit izgatottabb volt a szokásosnál. És mit mondott? Hajaj. Hát előbb mondta ezt a szemeset. Igen. Aztán utána azt mondta, hogy látni se akar. Akkor kezdtem el a láthatatlansági diétát. Mi a fene az a láthatatlansági diéta? Az, hogy csak is átlátszó ételeket szabad enni, például aszpikot, üvegtésztát, technokolrapidot. Ismeri azt a mondást, hogy az vagy, amit megeszel? Igen, azt mindenki ismeri. Hát maga eléggé gusztustalan dolgot. Sündisznó. Vörös hagymát, gombás csülke, picike kukacot. Csak ezt én honnan tudom, ugye? Mindegy, vannak jó informátoraim. Boborján. Igen? Mégis mihez fog kezdeni, hogy... Maga mihez kezd ezzel?
egy társkereső hirdetésre se tud elmenni, ugye? Igen? Boborja? Igen, tessék. Mégis mihez fog kezdeni, hogyha véletlenül sikerül láthatatlanná válnia? Hát mondjuk, beláthatatlan lehetőségek tárháza nyílik meg előttem. Gondolom. Igen. Mondjuk eszembe sértem a pofátlanság, hogy láthatatlanul belopózzak egy női napozóban. Az nem. A magasztos dolgok. Hőstetteket hajtanék végre. Az emberiség érdekében miatt hasznára hajtva a vizet. Milyen hőstetteket? Dicsőket, olyanokat, hogy megénekelje a Tinódi Lantos Pista bácsi. Például úgy, hogy Somáját írom hős boborjának. Elbe megérnek hős boborjának. Ez úgy sokszor lenne. Végig ez lenne. Megjegyezzék. Mégis milyen hőstettekre gondolt? Dicsőkre. Hát, hogyha nem hallotta az előbb, akkor süket. Ha hallotta, de letagadja, akkor meg szemét. Boborján, vagy mond egy hőstettet, vagy kimegy a színpadról. Hát, jó, lerántom a töröket a várfalról. Az már volt. Akkor a görögöt. Azért meg lecsukják. Miért csuknák már le a görögöt, hogyha én rántom le? Nem a görögöt csukják le, magát csukják. Engem? Le. Milyen következetlenség? Miért a törökért kitüntetés jár? A görögért meg ducsi. És hogyha egy venezuelait rántanék le, akkor hetekig izgulhatnék, hogy Nobel-díjat kapok, vagy főkötnek. Boborja, más hőstett ötlete nincsen? Hát van, hogyha kitalálom, amit előre megírtunk. Én nem segítek. Na, szóval, harcolok a nemzetközi tenorizmus ellen. A nemzetközi tenorizmus ellen? Igen. Azt meg hogy kell? Hát ugye, mondjuk a tenorista itt, a közönség maga mögött hatalmas színfalak vannak, amire rá van festve nagy vár, bástyákkal. Jó, már el meg nagy képzelni. Kapu rácsa be van zárva, nem látszik, hogy az udvaron megy egy kutya. Boborján, ha nem látszik a kutya, akkor nem kell mondani. De vizsla. És mozog az orra. Nehogy nem kell mondani. Jó. Na, és akkor maga itt áll, maga mondjuk elkezdene énekelni, ugye? Na, én meg így láthatatlanul odalapozok, és belesugom a fülébe, hogyha elkezdesz énekelni, beleköpök a szádba. Műfajnak annyi. És ez mégis kinek lenne hasznos? Nekem. Utálom, hogy olyan hülye recegtetett hangon... Ó, végadtam, menjen haza, otthon ordibáljon az anyja. Boborján, kap egy utolsó lehetőséget, hogy valami normális hőstettet kitaláljon. Jó van, na. Mondjuk megszabadítom az emberiséget az egészségtelen csokiktól az emésztő szervrendszerem rovására. Magyarul meg akarja zabálni az összes csokit a világon. Nem, sokkal elegánsabban hangzik, hogy háború esetén desszertőr. A csokiügyi miniszteri meghízott. Na, van magánál egy kis kóstoló, mert kezdjünk el gyakorolni, jó? Ó, milyen mázlia van. Na, végre, pont, pont van nálam egy csokoládé, csak láthatatlan. Mi? Maga ezt a láthatatlansági baromságot akarja megetetni vele? Tudja, mi maga vagy te? Na, egy látható paraszt.